Az oklevélben az áll, hogy a megye és ország határon átívelő, hagyományőrző, értékteremtő munkássága elismeréseként vehette át a díjat. Orvos Tóth Endre Sándor nagyon sok mindennel foglalkozott, de mi most a hagyományőrzésről, a huszár hagyományok ápolásáról kérdeztük. Amikor megemlékezések voltak, egy alkalommal én is lóra ültem, és hát úgy láttam, hogy egy kicsit lehetne ezen javítani, és akkor ültünk le a polgármester úrral, aki akkor még dr. Fazekas Sándor volt, miniszter úr, és átbeszéltük ezt az ügyet, és én vállaltam, hogyha kapunk saját ruhát, én megszervezek egy csapatot, akivel évi 5 alkalommal a városi rendezvényeken szerepelni fogunk, mint hagyományőrző huszárok. Ezt az is megalapozta, hogy Karcag születi Kovács Mihály, és bár én akkor találkoztam vele először, amikor Cyrus Vance adahozta a magyar koronát, de korábban háború előtt hagyománya volt neki. Ezt próbáltuk feleleveníteni, és beléptünk a Kovács Mihály Egyesületbe, és mint huszárok kutattuk is ezt a témát, megfoglalkoztunk vele, meg hát hoztunk áldozatot lovaglásba, oktatásba, mindenben részt vettünk. Nem volt nehéz a kezdő csapatot összeszedni, volt sok lelkes fiatal. Voltak lelkes fiatalok is, akik akkor tanultak meg lovagolni is, és hál' Istennek bővült a létszám, most 15 fővel vagyunk, most legutóbb október 6-án 8 fő lovas volt, 2 gyalogos, tehát úgy gondolom, hogy megadtuk a rangját a rendezvénynek, és hát Magyarországon ilyen huszár, hagyományőrző társaság nem túl sok van. Néhányat ismerünk, de tulajdonképpen úgy gondolom, hogy Karcag ebbe az elsők közt szerepel. Az elmúlt években nem csak Karcagon, hanem határon túl is jártak a karcagi huszárok. Kazasztánban volt egy expo, és augusztus 18-án volt egy magyar nap, és azon szerepeltünk, mint huszárok. Nagyon jó sikerült. Én láttam előtte való napot, valami afrikaiaknak volt szintén egy ilyen napjuk, hát nagy feltűnés nem keltettek. Amikor mi elindultunk a légierő zenekarával, hát követtek bennünket, mosíroztak velünk körbe-körbe, és óriási szenzáció volt, taps volt, tehát saját magunknak is olyan élményt adott, ami biztosította, hogy na, ezt nem fogjuk abban, ilyen folytatjuk tovább. Akkor Kovács Sándor volt a megyénél, és ő mondta, ő kért meg bennünket, hogy menjünk. Lett volna biztos más is, de mi nekünk a kinézetünk, alakiságunk, egyebek az... Nagyon passzolt a zenekarhoz. Passzolt a zenekarhoz, és hát nagyon kellemes kintlét volt, sok barátot, ismerőt szereztünk ott, mert mikor megtudták, hogy mi kunok, illetve kipcsákok vagyunk, akkor nyílt az ajtó mindenfele. A parancsnoknak is fontosak a kun hagyományok, gyermekeivel, unokáival is beszélget erről. Ez annyira fontos, hogy én tulajdonképpen ebben nőttem fel, bár a 50-es években nem volt egy kiemelkedő téma, de azért esti beszélgetések, a disznótorokkor mindig előjöttek ezek a dolgok, és hát ezt vittük tovább. Nagyapámat 56 után hurcolázták a börtönbe, ez is azért egy 9 éves gyereknek egy mély nyomot hagyja a lelki világába, illetve a látásmódját mindenképpen meghatározza. Hát én fiatalabb koromban is lovagoltam,
de utána úgy hozta a sors, hogy nem volt rá lehetőség, meg idő. Egyik oldalról ugye kovács volt a nagyapám, hát kovács szakma a kezemben volt, akkor kardot csinált az ember, szabját csinált, tehát játékból is ment ez a dolog. És hát ahogy felnőtt az ember, és amikor szembesültem a Kovács Mihálynak a sztoriával, akkor úgy gondoltam, hogy Karcagnak legalább olyan híres ember Kovács Mihály, mint másoknak Benyovszky Móric. Az élettörténete, a kalandjai, az, tehát ezt mindenképpen egy városnak őrizni kell, ezt tovább kell ápolni, és hát sikerült megértő fülekre talán, és akkor így folytattuk tovább a dolgot. Az unokákra visszatérve, az egyik unokám, illetve két unokám most kezd lovagolni, tanulni, a karikása mindenük, csörgetnek, lovaznak, tehát úgy gondolom, hogy lehet jövőre már a bandériumban is lesz egy a unokák közül. A huszárkodás mellett más területen is tett le értékes dolgokat az asztalra díjazott, ilyen a méhészkedés. Nagyapám az méhész volt, méhészkedett, a tanyán volt elég szép állománya, és hát mint gyerek ott voltam, segítettem, belenőttem. Aztán abba maradt, elkerültem egyetemre, tanulmányokat folytattam, és 94-ben volt azt hiszem a tüntetés, amikor a félpályás út lezárás volt, ott a beszélgettünk, egész napot átsorogtunk, és hát Kis Mihály bácsival, Kis Miskának az apjával egymás mellett vagy mögött álltunk, és hát felhozódott a méhészkedés. Az olyan lendületet adott nekem, és elkezdtem méhészkedni. A szimmetriáról, a vállalkozásáról is beszélgettünk, amit évtizedek óta működtetnek. 30 évvel ezelőtt a szimgépgyár csődöt jelentett, és akkor néhányan összeálltunk, és egy részét felvásároltuk. Nem kárpótlási jegy, nem így, nem úgy, pénzért. A felszámolóval nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és látta bennünk, hogy ezek tényleg akarnak valamit nem csak elherdálni, hanem hasznot húzni belőle, hanem valamit akarnak. Mi azt akartuk, hogy újra élesszük itt a gépgyártást. 45 fővel kezdtük. Hát pont olyan időszakban, amikor óriási infláció volt, munkanélküliség volt. De most előtt én 3 évig Németországban voltam fakultatív nyelvtanfolyamon, és hát ott már voltak kapcsolataim, és azokat a kapcsolatokat felhasználva, meg újabbakat keresve elkezdtünk foglalkozni komolyabban a dologgal. Ma 135-en vagyunk, elismert gyártók vagyunk Németországban, meg olyanok is jelentkeznek itt munkát hozni, tehát a kapacitást lekötni, akiről se tudjuk, hogy kik ezek. Hallotta ettől, hallotta attól. De azt mondja, ez a legjobb. Ez a legjobb, nem nagyon reklámozunk, szerintem Magyarországon még hirdetésünk se nagyon jelent meg, azon túl, hogy álláshirdetést feladtunk. Egyetlen példa, például 2006-ban a német piacon a növényolaj prés piacnak a 40%-át uraltuk, akkor, amikor hagyományos német gyártók legfeljebb 17-et értek el. Köztudott arról, hogy a dolgozóit megfizeti, hiszen azt vallja, a jó szakembert meg kell fizetni, a visszajelzések alapján jó szimmetriásnak lenni. Vannak itt apa-fia unoka dinasztiák is. Most is többen tanulnak, mert a cégvezető szerint a továbbképzés fontos. Ő is jó példát mutat. Tavaly február 4-én kaptam meg a Budapesti Műszaki Egyetemen a hegesztő szakmérnöki oklevelemet. Vannak, akik elmennek valami miatt.
Nyilván lehet, hogy mások nagyobb anyagi lehetőség van. Kanalas Lacika elment Németországba. Egy év múlva visszajött, Endre bácsi visszavesz. Hát én haragszok én rád, hogy mi van vele? Gyere, azóta is itt van. Tehát, ha el is mennek, számítanak rá tartaléknak, na, ide biztos visszavesznek bennünket. Odafigyelünk a dolgozókra, most is támogatást kapnak minden hónapban a fűtés rezsiszámla megemelkedése miatt, attól függetlenül, hogy mikor jött ide dolgozni. Ha tegnap jött, akkor is megkapja. Tehát próbálunk segíteni az beiskolázási segélyt. Mindent, amit a törvény megenged, mindent odaadunk. Amikor átvette Szolnokon a díjat, nagyon meghatódott a cégvezető, zavarban is volt, és még tulajdonképpen a mai napig is abban van, mert szerinte ez egy olyan nagy megtiszteltetés, amit fel kell dolgoznia orvos Tóth Endre Sándornak, akinek a kikapcsolódást a munka jelenti.